Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, ilyenkor aktívabbak a vadak és kevésbé óvatosak, ilyenkor többször találkozhatunk velük az utakon, az erdők mellett, úgyhogy fokozott óvatosságra intenek a vadásztársaságok. Ezzel kapcsolatban beszélget majd vendégével Raffay Emőke. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a napindító nézőit. Július végén, augusztus elején indul az őzek párzási időszaka. Sokan csak úgy ismerik, hogy az őzek NASA. Hogy mit is jelent ez egészen pontosan, illetve mire kell figyelniük az autósoknak? Erről kérdezem Sárközi Áront, aki itt áll mellettem. Jó reggelt kívánok. Hogyan változik meg ebben az időszakban az őzeknek a viselkedése, illetve mire figyeljenek az autósok? Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ebben az időszakban az őzek mozgás aktivitása, mozgás körzete megnövekszik, és a megszokott estétől reggel napkelték tartó aktív mozgási időszak egész napra kinyúlik, tehát még napközben, akár délben is lehet velük találkozni. A bakok ilyenkor felkeresik a sutákat, és a sutákat, hogyha megtalálták, akkor elkezdik őket kergetni, ez teljesen természetes mozgási forma, szaporodásnak egy fontos része, és ilyenkor a szerelemtől elvakultan gyakran olyan helyekre is keverednek, mint például a közutak, ahova egyébként nyilvánvalóan nem kéne. Itt nagy balesetveszélyt okoznak, ezért kérek minden autóst arra, hogy a fokozottnál is óvatosabban vezessen, és számítson arra, hogy esetleg őzek ugranak ki bárhonnan az út mellől. Hogyan zajlik egészen pontosan ez az időszak, illetve hogyan zajlik a NASZ időszak egészen pontosan? A NASZ időszakot a gidanevelés előzte meg a suták életében. Ilyenkor már a gidák egész szépen fölcseperedtek, magukra is hagyhatja őket akár a suta rövidebb, kisebb időre, és eltávolodhat tőlük. Ilyenkor felkeresi őket a bak, és a bak esetlegesen hívható ezáltal, a gida hangot utánozva, ezt használjuk, ezt a viselkedés formát. Itt a kezemben látható egy síp, amit esetleg itt be is tudok mutatni. Ilyenkor a gida hangját utánozzuk, amire a suta, a gidáját elfektető suta reagál, mint hogyha bajba esett volna a gidája, és a bak pedig arra számít, az érkező sutát, ő pedig könnyebben meg fogja találni. Mutassuk meg akkor a kedves nézőknek, hogy ez hogyan is zajlik. Ide tartom a mikrofont, és akkor bele tudsz akár fújni. Jó, rövidebb hangokat fogunk hallani. Érkezik is a suta, két gida mellette. Láthatjuk, hogy mennyire működik még zárt térben is az anyai ösztön, és a gidák pedig láthatóan ott maradtak hátul a suta mögött, egy rejtettebb, védettebb helyen. Ez szabadtéren is működik? Igen, pont a mai reggel próbáltam itt Sopronban nálunk a hegyvidéken az őszhívást, és már ugrott is suta is, és bak is. Ezáltal mi vadgazdálkodók sokkal pontosabb képet kaphatunk a vadgazdálkodási egységünkön élő őzállományról, és ezt mindenből mi ki is használjuk. Mesélj egy kicsit arról, hogy itt az erdőházában mikor születtek egészen pontosan ezek a kis őzek, illetve mennyire egyedi dolog itt nálatok, hogy ők jelen pillanatban is élnek, és ennyire virgoncak itt az anyukájuk mellett? Ez egy rendkívüli örömteli dolog volt itt az erdőház életében, mindenki kíváncsi volt rájuk, és várta már őket. Június elején születtek az ikergidáink, és hál' Istennek teljesen egészségesek, mint ahogy most is látható volt. Jól vannak, és köszönjük szépen, reméljük ez így is fog maradni. Mikor választódnak el az édesanyjuktól, tehát mikor élnek már ők is önálló életet majd? Ugye, mint ahogy mondtam, a párzási időszakban üzekedés során a suta hosszabb, rövidebb időre lefekteti őket, viszont a NASZ időszakot követően augusztus végével újra már fixen együtt mozognak, és egészen télen-tél végéig, majd márciusban is látható a gida még a sutákkal. Mit kell tudni, hány őz van itt az erdőházában, illetve milyen szokást alakítanak ilyen zárt térben? Most itt ez a kis család található nálunk, és szerencsére már megszokott minket a utóbbi évek során a suta, így a gidák is teljesen szelídnek mondhatóak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Sárközi Áronnak, és akkor a kedves nézőknek meg azt tanácsom, hogy ebben az időszakban fokozottan ügyeljenek az utak mellén, az utakon az őzekre, mert megváltozik a szokásaik, és akár az autó elé is ugorhatnak. Ilyenkor érdemes, a rendőrség legalábbis azt tanácsolja, picit visszavenni a sebességből, főleg az éjszakai időszakban. A szó a stúdiójé.